Jó, akkor én ezt elindítom az élőt, de még egyelőre csak úgy, hogy ez a etológó kikerül. És akkor azt már tudják nézegetni, aki szeretné. Kíváncsi, hogy hányat levesszük egy ilyenre. Hát egy bárhon azért szokták nézni. A gyűrűknek az összeállítását megnézhetem egy pillanatra? Hogy? Hát ez gyakorlatilag az akadémiai csapat. Uh-huh. Azért van benne egy forró gyula. Hát még a vitális sípőc. Igen, a gyula már látszottak.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Eto FC Győr YouTube csatornáján. Pillanatokon belül az utolsó felkészülési mérkőzését kezdi csapatunk, méghozzá a harmadik kerület, az MB3 nyugati csoportjának listavezetője lesz a vendégünk, viszont egy pici változás van a programban, legalábbis abban az értelemben, hogy most nem az első csapat, hanem ahogy azt a szemfüles nézők a feliratban már észrevehették, tulajdonképpen az akadémia fog majd játszani a harmadik kerülettel, a vendégek lesznek teljesen kék felszerelésben, mi pedig teljes fehérben játsszuk ezt a mai mérkőzést, úgyhogy könnyű lesz megkülönböztetni a csapatokat, és akkor a találkozó ebben a pillanatban el is indult, és ahogy említettem, volt változás bőséggel a keretben a tegnapi mérkőzéshez képest. Ugye tegnap a Dunaszerdahellyel játszott az Eto egy felkészülési meccset. 3-0-ra a felvidékiek ezúttal jobbnak bizonyultak. És az akkori összeállításhoz képest azért jó néhány helyen van változás a csapatban. Ruiz Barnabás például a kapuban 12-es előkezdi a mai mérkőzést, rajta kívül pedig 4-essel Szabados Attila, 23-assal Forró Gyula, 69-essel Americo Pereira, 50-essel Tamás Kornél, 22-essel Szabó Tamás, 27-essel Vitális Milán, 88-assal Szalka Máté, 51-essel Sipőc Bence, 29-essel Erdei Milán, 97-essel pedig Farkas Balázs Kesző rohamozza ma a harmadik kerületi kaput. És az illendőség úgy diktálja, hogy természetesen mutassuk be az ellenfél csapatát is. Náluk Jeszenszky a kapuban, Bori Gábor, Erdei Gábor, Opavszky, Németh, Szalai, Tamási Zsolt, Rabatin, Cvitkovics Péter, Borvető és Mohamed Remili a kezdő 11.
Ahogy említettem, a harmadik kerületiek az MB3 nyugati csoportjának a tabelláját magabiztosan 6 pontos előnnyel vezetik. Úgyhogy mindenképpen jó erőfelmérő lehet ez a mai találkozó. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat számára. Már csak azért is, mert aki figyelt az összeállításnál, azért jó néhány olyan játékos nevét elmondtam az előbb a harmadik kerületnél, akiket azért jól ismerhetnek a magyar futballrajongók, még az NB1-ből is, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy veszélyes ellenféllel találkozunk ma. És ez látszik abból is, hogy most is a vendégek támadnak, és remélítette középre. Rabatinhoz viszont nem jutott el a labda, mert hogy sikerült tisztázni. Igazi futballidő van egyébként itt az Eto Parkban. Hogyha valakinek nem lenne ismerős a pálya, hogy hol vagyunk éppen, hát ez jelen pillanatban éppen az úgynevezett műjék pálya. Innen ritkábban szoktunk közvetíteni. De hát most ezen a pályán láthatjuk kedvenceinket, és ne feledjük el, hogy a jövő hétvégén pedig már kezdődik, illetve pontosabban folytatódik a másodosztályú bajnokság. Hazai pályán fogjuk majd kezdeni a küzdelmeket, de erről majd később. Fél pályánál veszítjük el a labdát. Aztán sikerül is visszaszerezni. Még mindig megvan. Építkezni egyelőre még nem lehet. Már a fél pályánál letámad a harmadik kerület, és akkor na, most ebből talán meg lehet indulni. Szalka. Még távol a kaputól egyelőre. Szabó előtte. Nem okozott különösebb problémát Jeszenszkinek, de az első lövést mindjárt a mérkőzés negyedik percében felírhatjuk, még hozzá az Etónak. Az első lövés tehát a miénk. Ez az indítás pedig nem jó. Hátra egészen Ruizhoz. Szabó Tamás két ember között meg tudja tartani, aztán teszi tovább. Az pedig egy nagyon rossz helyen elveszített labda. Úgy tűnik azonban, hogy Forró Gyula megoldja legalább, és a szöglettől megmentette a csapatot. És ott a vendégek vezető gólja. Védelmi hiba előzte meg, Cvitkovics Péter pedig kegyetlenül ki is használta. A mérkőzés 5. percében tehát megszerzi a vezetést a harmadik kerület, de hát, ahogy mondtam, ez még mindig csak az 5. perc, úgyhogy még bőven-bőven van idő, lehet még ezen javítani. Most ezt az első védelmi megingást ki tudták használni a vendégek, hát ebből többet nagyon nem kéne engedni, és akkor még lehet ebből a mérkőzésből bármi. Pereira. Szabó. Most visszakényszerült a saját tér felére az Eto. És megint egy eladott labda. Ezekre nagyon-nagyon oda kellene figyelni. És megint Cvitkovics már a 16-oson belül. Nem Cvitkovics volt egyébként, az, hanem borvető, elnézés mind a kettejüktől. Most jól járatja a labdát a kerület. A
hogy egy távoli lövés fölé. Hát az első percek alapján azt gondolom, hogy talán levonhatjuk azt a konzekvenciát, hogy inkább egyelőre az történik a pályán, amit a vendégek szeretnének. Pedig egy szép védekezés, Pereira pedig egyelőre nincs meg a felszabadítás, ez a 16-oson belüli passzolgatás nem biztos, hogy nagyon erőltetni kéne. Az pedig egy labdaszerzés, és akkor ebből lehet indulni, viszont úgy tűnik, hogy hosszú lesz Szalkának, így is van. Ez pedig így a kékmezeseké. Opavski. Cvitkovics teszi középre, aztán kapja vissza Cvitkovics Péter. Nincs lesz Srabatin. Sikerül felszabadítani. Egyelőre csak pillanatokra sikerül megszerezni a labdát. Akkor is, hogyha most meg lehet ebből indulni. Szabadas. Mindenhol ott vannak a vendégek. Egy szabad rúgást azért sikerül kiharcolni. Ez egy hosszú indítás, és nem csak hogy hosszú, még csak nem is jó mellé. És pedig Pereira volt szabálytalan, szinte. Pontosan ugyanonnan jöhet most a vendégek szabad rúgása, mint az előbb a miénk. Erdei tartotta meg. Ez pedig Pereiráé. Ez pedig így a miénk. Na, sikerül összeszedni? Úgy tűnik, hogy igen. Szabó, Pereirához egészen hátra, aztán még hátrébb még hozzá Ruizhoz. Szabados. Nem volt rossz az elképzelés Vitalistól, Farkas Balást kereste volna, viszont közben avatkoztak a védők, viszont a labdát legalább sikerült visszaszerezni. Szabó. Pereirához egészen hátra, aztán most Pereira megindul. És a négy védő között nem sikerült tovább pöccinteni. A labdát egy szabad rúgásra. Így is jó az Eto. Tizenkettedik perc.
Ja, 22-23 méterről jöhet. Az Eto'o szabadrúgása. Egy nem különösebben veszélyes kapura lövésünk már volt, hát ha most lesz egy ennél sokkal veszélyesebb. Nem volt ez rossz tulajdonképpen. Vitális lőtte rá, Jeszenszkinek viszont olyan különösebb problémát ez nem okozott, de hát azért mégiscsak fölírhatunk egy újabb Eto'o helyzetet a 12. percben. És hát ne felejtsük el, hogy lövésből lesz a gól, hát előbb-utóbb egy majd csak beakad. Sipőc, nem sikerül visszaszerezni. Vitális, a szép. És még mindig megvan a labda, Farkas Balázs. Leblokkoltak. Ha jól láttam, akkor Opavski volt az, igen. Hát az első 7-8 perc kis tanácstalansága után most, minthogyha éledezne az Eto'o Akadémia, és ezt jól látni, bár ez a passz most nem volt az igazi. Szabados. Szabó. Szabó megtartja még. Az egy gyönyörű meglátás Szabótól. Sipőc! Na, hát egy újabb Eto'o lehetőség. Szépen lassan azért alakulnak ki a helyzetek a vendégkapu előtt is. És akkor jöhet a szöglet. Vitális csavarja be. Elszáll egyelőre mindenki fölött, aztán egy óriási versenyfutás a labdáért. És Szalka meg is szerzi. Itt kivágják a védők, most gyakorlatilag. 9 mezőnyjátékos volt. 9 vendégmezőnyjátékos volt a 16-oson belül. Szabados, ki a szélre, Szalka viszont már lesen volt, ezt mutatja a játékvezető. No, nem baj. Már csak azért sem, mert hogyha azt mondtam, hogy az első 7-8 perc a vendégekről szólt, akkor az elmúlt pár perc pedig inkább a miénk volt. Még hogyha gól egyelőre ebből még nem is született, de most azért már benne van a levegőben egy Eto'o egyenlítés. Most megvan a labda. Vitális. Hátra Forrónak. Aztán Pereirának. Letámad a kerület, de úgy tűnik, hogy sikerül most kihozni a labdát. Hogy de szép csel volt Szabadostól, aztán elveszíti. Az pedig egy gyönyörű labdaszerzés. Szabó! Nem lövi el Szabó. És sajnos Szalka sem tudta ellőni, mert hogy az utolsó pillanatban visszaért Szalai, és Opavskival párban fel tudtak szabadítani.
jöhet a szöglet. Második szöglet a meccsen, és a második szöglet az Etónak. És megint Vitális végezheti el a sarokrúgást. Nem is volt az rossz. Az a lövés pedig fölé megy. Erdei próbálkozott. Mindez pedig történt a 18. perc legelején. Egyébként összességében azt gondolom, hogy egy bő negyed óra után, hogy egy kimondottan jó tempójú meccset látunk. Jó az iram, helyzetek. Kellemes vasárnap délutáni szórakozáshoz. Ennél sokkal több talán nem is kell. És sikerül visszaszerezni a labdát borvetőtől. Sipőc Bence pedig a kapuson már átvitte Pehére, viszont három védő is odaugrott hozzá azonnal. Pedig ebben is benne volt az egyenlítés lehetősége. Nincs szabálytalanság, viszont így is megszerzi az Eto'o a labdát. Most egyébként az látszik, mintha kicsit megfordult volna az erőviszony, legalábbis abban az értelemben, hogy a mérkőzés elején ugyanezt láttuk fordított előjellel, hogy tulajdonképpen az Eto'o csak kereste a labdát, és csak másodpercekre tudta megtartani. Hát most ehhez képest inkább nálunk van a labda. És mi tudjuk lefülelni az ilyen passzokat, mint amit például most Szabados Gyula megtett. Nagyon keményen odaugrottak Német Gáborhoz az Eto'o játékosok, egy szabad rúgást mindenképpen megérdemelt, amelyet majd Cvitkovics fog elvégezni, meg is tette, mire ezt kimondom. Pereire mutatja, hogy ő nem volt szabálytalan. Borvető, mekkora védés volt ez Ruiztól, de még nem múlt el a veszély Cvitkovics, és akkor most lehet újra játékba hozni a labdát. Most kellett a bravúr Ruiz Barnabástól. Szalka, Sipőc, nem kapta vissza Sipőc, hát a túloldalra, kéri Farkas Balázs, a fejes pedig sajnos nem jó, pedig nem volt ez rossz. Húsz perc telt el a mérkőzésből, lassan 21, és 1-0-ra vezet a harmadik kerület. Viszont az elmúlt percekben több olyan lehetősége is volt már az Eto'nak, amiből akár egy egyenlítés is meg lehetett volna. Őszintén szólva van egy olyan érzésem, hogy Eto'o szurkolók, mi nem maradunk ma gól nélkül.
Cvitkovic esik nagyot, Szabó Tamás volt a szabálytalan. Az pedig egy jó labda szerzés. Sipőc kéri, kicsit magas volt. Nem tudta maga elé tenni Sipőc Bence. Remili. De már les volt. Remili nem értett egyet 100%-ig az asszisztens ítéletével. Ott nem kéne labdát veszteni, nem is veszítünk egyelőre, aztán mégis. A blokk viszont jó. A bedobása miénk, Farkas Balázs el is végezte. Farkas és Sipőc játszott volna együtt, aztán nem értették meg egymást 100%-ig Sipőc Bencével. Tamás. Pereira. Szabadosnak. Szabados meg is indul a labdával. Aztán mégis inkább vissza a védőknek. Zártan és magasan védekezik a harmadik kerület. Ez pedig így marad az Etónál. Szabó. Az a kiugratás pedig nem jó Vitális felé. Jeszenszkinek különösebb problémát nem okozott a labda begyűjtése. Farkas. Megint ki tudták fejelni a vendégek, de a bedobás az marad nálunk. És ugyanez a forgatókönyv néhány másodperccel később is. Szalka Máté került a földre, és ez bizony egy jó szabadrúgás lehet, mert hogy a 16-os sarkától lehet majd elvégezni. Huszonhatodik perc, tehát Vitális rúgta középre a szabadot. Hát különösebb veszély nem lett belőle, viszont egy szögletet azért ez még így is ér. És akkor, hogyha már őrlődte a szabadot, illetve a túloldalról a szögleteket, akkor ezt a szögletet is ő végzi majd el. Vitális tehát. Ezt is kivágják a védők, viszont Tamás Kornél összeszedi. És Jeszenszky pedig egy hatalmas kiabálás közepette
kézzel levette a labdát. Szabados. Szabó. Pereira. Szabadosnak. Vitális. Szabadoshoz nem jutott el, összeszedte viszont Sipőc. Tamás Kornél tette ki a szélre. Szalka. Egészen hátra Pereirához, de Pereira is már bőven az ellenfél tér felén volt. Szabados esik el, nem is magától, úgyhogy újabb szabad rúgás. Németh Gáborra fújták a szabálytalanságot. Huszonkilencedik perc, újabb Eto szabadrúgás, és egy újabb felszabadítás a vendégektől. De marad a labda továbbra is nálunk. Aztán most ez egy eladott labda. És elesett a 16-oson belül Borvető, a játékvezető sípja viszont néma maradt. Őszintén szólva valóban nem tűnt olyan súlyosnak az eset, hozzátéve, hogy lehet, hogy egy kis elfogultság is van bennem. Sipőc. Szabados csavarja be. Jeszenszky pedig le tudja szedni a labdát. Fél óra eltelt a mérkőzésből néhány másodperc híján. Közeledünk a félidő hajrájához, és milyen jó lenne még egy egyenlítő gólt látni itt az első félidőben. Hát ebből az akcióból most nem fogunk, mert hogy ez a löbbölés, ez most nem volt az igazi. Na most figyelni. Jött ki Ruiz, és azt reklamálják a vendégek, hogy szerintük ez a 16-oson kívül volt, ahol Ruiz Barnabás fogta a labdát. Farkas Balázs meg tudja tartani? Nem, sőt, a földre kerül. És még éppen csak a 16-oson kívül történt a szabálytalanság. És lent is maradt Farkas Balázs. Reméljük azért nincsen nagy baj. Jól van, Farkas Balázs közben feltápászkodott, és hát nem tudom, hogy hány centiméter van a labda és a 16-os vonala között, olyan nagyon sok nem lehet. Mindezzel csak arra akarok utalni, hogy hát eléggé kiszorított szögből, de a 16 méterre a kaputól a szabad rúgás. 32. percben tehát
egy újabb szabad, Vitális csavarja be. Ezt is kifejelik a vendégek. Hát a lehetőségek, lehetőségecskék megvannak. És ez is les volt már. Azért hallgattam el egy pillanatra, mert nekem minden föntről körülbelül abban a vonalban vagyok, ahol éppen Rabatin Richard kiugrott, és nekem is úgy tűnt, hogy az ott igencsak erősen lesgyanús volt, és ezt a játékvezető, illetve a partjelző ítélete csak megerősítette. Szöglet lesz, nem ért bele Farkas. És hát ki más, mint az eddigi 33 percben is a pontrugásokat elvégző Vitális Milán érkezik az újabb szöglethez. Pontosabban a 34. volt már. Olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, mert hogy olyan komoly veszély ebből most nem alakult ki. Az a szabálytalanság pedig egyértelmű. Cvitkovicsot rúgták fel. Pereira pedig biztosít. Egészen hátra Ruizhoz. Az pedig egy elveszített labda. És az pedig most egyértelműen nem les. Pereira kivágta Ruiz elől, de még nem múlt el a veszély teljesen, mert hogy többen is vannak ott bent az ellenfél csapatából. Ebből meg lehet indulni Erdei Farkasnak. Farkas meg tudja tartani. Az előbb is a derekát fogta egyébként Farkas Balázs, és most megint. Úgy tűnik, hogy ápolásra lesz szükség, mert hogy jönnek a gyúrók, de aztán Farkas Balázs közben már feltápászkodik. Végül is nincs szükség a szakszerű segítségre, és közben beléptünk az utolsó 10 percbe. Az első félidőben továbbra is 1-0-ra vezet a harmadik kerület. Az az indítás pedig hosszú szabadosnak esélyesen volt, hogy összeszedje.
Remili. Remili már a 16-oson belül. Visszaértek közben az Eto'o védői. És most sikerül felszabadítani még hozzá Szabó Tamás révén. Remli esik el Szabados mellett. Szabados látták szabálytalannak. Jöhet a szabad rúgás, amit már el is végeztek a vendégek. Ez most egy veszélyes helyzet lehet. Cvitkovics. Sikerült beleérni. Viszont még nincs meg a felszabadítás. Remili pedig már kisodródott. Vitális megtartja. Szabó ki a szélre. Aztán kapja vissza Szabó Tamás. Vitális. Tamás Kornél, Szabó, az megint egy határesetnek tűnt, viszont a játékvezet, illetve a nem intett az asszisztens, úgyhogy Remili és akkor mégiscsak les volt ez, csak megvárta a játékvezető, hogy mi lesz belőle. Cvitkovics. Cvitkovics megtartja még. Remili kéri és kapja. Az a beadás viszont nem jó. Jöhet az Eto'o bedobása. Belül vagyunk az utolsó 5 percen. Olyan nagyon hosszú hosszabbításra talán nincs indok. Németh kapná Cvitkovicstól, hosszú volt azonban. Az indítás nem volt esélye Németh Gábornak, hogy beérje a labdát. Az elmúlt percekben inkább a mezőnyjáték a jellemző. Ugye jobban kezdte a meccset a vendégcsapat, gyakorlatilag azonnal megszerezték a vezetést, de még egy egyenlítés meg lehet itt a szünet előtt.
tehát ebből az akcióból most biztosan nem. Aztán volt jó néhány lehetősége az Eto'nak, viszont az elmúlt bő negyed órában olyan igazán komoly helyzet vagy lehetőség egyik oldalon sem volt. Így vezette át 1-0-ra a harmadik kerület, és akkor ebből most lehet indulni, persze még egyelőre létszámfölényben vannak a hazai védők, és el is adja a labdát Farkas Balázs. És egy labdasere volt. Remili! Nem tudom, hogy hozzáérte Ruiz, úgy tűnik, hogy nem. De Cvitkovicstól egészen kiváló labdát kapott Mohamed Remili Mohamed. És a 44. percben hosszú idő után egy harmadik kerület helyzetet is felírhatunk. Borvető. Nem bírt azonban szabadossal. Kifelé lesz a szabadrúgás. Borvető nem ért egyet 100%-ig a játékvezető döntésével. Pereira. Át a túloldalra. És közben már csak másodpercek vannak hátra az első félidőből. És itt a vége, nem hosszabbít a játékvezető, 1-0-ra vezet, tehát 45 percnyi játék után a harmadik kerület, viszont volt a mérkőzésnek egy olyan szakasza, amikor az Eto egyértelműen veszélyesebb volt. Gól azonban egyelőre legalábbis a hazai oldalról nem született, negyed óra szünet, aztán jövünk vissza, és folytatódik a találkozó.
Visszaérkeztek a pályára a csapatok, és akkor pillanatokon belül folytatódik az Eto FC, pontosabban az Eto Akadémia és a harmadik kerület összecsapása. 1-0-ra vezetnek továbbra is a vendégek, akiknél egyébként mondhatni, hogy egy teljes sorcsere volt a szünetben, egyedül Cvitkovics Péter maradt fönn a pályán. Aki esetleg nem látta volna az első fél időt, azoknak mondom, hogy korán megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Tulajdonképpen az 5. percben már vezetett a harmadik kerület. Kicsit bizonytalanul kezdte az Eto ezt a mai mérkőzést. Viszont amikor ezt sikerült levetkőzni, akkor onnantól kezdve már jobban és sokkal veszélyesebben is játszottunk, és jó néhány lehetőségünk meg is volt az egyenlítésre. Ami azonban egyelőre elmaradt, de hát itt van most még szűk 45 perc arra, hogy megtegyük, sőt, akár meg is fordítsuk ezt a mérkőzést, és szintén azoknak, akik lemaradtak volna a mérkőzés elejéről, nekik mondom, hogy alapvetően ma a fiatalok, illetve az akadémisták és azok, akik az elmúlt mérkőzéseken kevesebb lehetőséget kaptak, ők játszanak ma az Etóban a harmadik kerület ellen. Tóth Kristóf tisztázott a vendégeknél, és jöhet az Eto bedobása. Egészen hátra Pereirához. Kéri a labdát Rédei, meg is kapja, és középre tudja tenni, jó a tisztázás, és nagyon-nagyon kellett ez Forró Gyulától. Ott tolálkodott egyébként Cifrik is. Szöglet lesz belőle. Cvitkovics pedig. Érkezik a sarokrúgáshoz, de előtte még össze kellett szedni a labdát a labdafogó háló alól. Cvitkovics kapja vissza. Az a beívelt labda pedig nem az igazi. Ruiz Barnabás hozhatja tehát játékba a labdát. Most egy kicsit hasonlít egyébként ez a játék az első fél idő első néhány percére, amikor inkább a harmadik kerületnél volt a labda, és nagyon nehezen találtuk azt. Reméljük, hogy most ebből nem lesz majd egy olyan gyors gól, mint az első fél idő elején.
5 perc egyébként már is eltelt ebből a második félidőből. Rédei kérné vissza a labdát. El is jut hozzá. Cifrik. Ez a labda pedig így Ruizé. Vitális. Az gyönyörű volt az a sarkazás. És akkor ebből most meg lehet indulni. Még mindig sikerül megtartani a labdát. Lerántották Szabó Tamást. Ez így egy szabadrúgás lesz. Gyorsan elvégezzük. Vitális. Ki a szélre. Középen érkeznek többen is. Többek között a védők is. Gazdik Dávid pedig tisztázott, de a bedobás még így is jöhet majd. Most elveszítjük, és ebből megindulhatnak a vendégek. Ketten is mutatták magukat. Viszont ez így egy szabad rúgás lesz majd. Cvitkovics. Nem lőtte el távolról, inkább kitette a szélre. Ez pedig így. Hát tulajdonképpen a Nagy Sándor József úton át pattogva a réten a jégpálya mellett állt meg ez a labda. Pereira nem csak a védekezésben, hanem a cipőkötésben is kiváló. Ruiz Barnabásnak segít most ezt a manővert végrehajtani, és hogyha ez megtörtént, akkor folytatódhat is majd a találkozó. Mutatja Ruiz a társaknak, hogy tessék följebb lépni, mert hogy ez egy nagy kirúgás lesz majd. El is ment a félpályáig, Ruiznak tehát ilyen szempontból igaza volt. Nem sikerül a felszabadítás. Most viszont megvan a labdaszerzés. A labdaszerzés maga nincs meg, viszont a szabálytalanság, egy taktikai szabálytalanság történt Vitalissal szemben, úgyhogy egy szabadrúgást azt elvégezhet a fiatal győri tehetség. Az elképzelés pedig nem volt rossz, viszont maga a labda kicsit pontatlanra sikerült. Cifrik. Pál. Vissza Cvitkovicsnak. Még mindig meg tudja tartani a kerület. Rédeiről megy ki viszont. Eto szabad rúgás következhet. Pereira. Elcsúszott a társ. A labda a kékmezeseké.
kereste volna a labdával Miskei fazakast. Nem volt azonban az igazi. Össze tudta szedni Ruiz. Rédei kereste volna a társat, viszont Cifrik már le sem volt, úgyhogy ebből sem alakult ki különösebb veszély. Nagy. Pereira volt a gyorsabb, ő érkezett jobb szögből, ki is tudta vágni, és ugyan a szabad, a bedobás az a harmadik kerületé, de annyit Pereira mindenképpen elért, hogy legalább van idő visszarendeződni, rendezni egy picit a védekezésben a sorokat. Az 56. percben járunk, pontosabban már az 57-ben. Igazán komoly veszély itt a második fél időben. Egyelőre egyik kapu előtt sem alakult ki. Az igaz ugyan, hogy megint az első percek jobban sikerültek a harmadik kerületnek, viszont olyan igazán nagy veszélyt ők sem jelentettek egyelőre az Eto kapujára. Továbbra is 1-0-ra vezetnek. Viszont ami a nagyobbik baj, hogy egyelőre még az Eto is hiány maradt a komoly lehetőségeknek itt a második fél időben, na talán majd most, mert hogy sikerül megtartani a labdát. Nem sikerül megtartani, mert hogy megszerzik a vendégek, és akkor ezzel indulhat Cifrik. Vitális azonban szemfüles volt, és vissza tudja szerezni. No, hát ezek kellenek, ezek nagyon-nagyon kellenek, ezek a labdaszerzések, letámadások, ez a harcosság. Visszarántották Farkas Balázs, gyorsan elvégezte a szabadot. Innen földről is látszott, hogy nyúlik az a fehér mez. Erdei. Erdei kapja vissza. Erdei a 16-oson belül. Nem sikerült lőni. Farkas pedig ketten is fogták, de még mindig nem múlt el a veszély. El lehet azt lőni távolról! Mekkora lövés volt, és mekkora védés! Kerkez Márkó nevéhez fűződik ez a lövés, és talán az a második fél idő első igazán nagy helyzete, és közben jöhet a szöglet, ezt viszont kifejelik a vendégek. Ez pedig így különösebb veszélyt nem jelent. Kerkez Márkó 59. percbeli lehetősége volt az, ahol igazán föl lehetett sziszenni, és gondolom, hogy sokan felsziszenhettek a monitorok előtt is. Mert hogy ez most egy igazán komoly egyenlítési lehetőség volt.
negyed óra telt el a második fél időből. Vitális kapott egyet, és maradt lenn a földön. És hogyha Vitális, illetve mindenki jól van, akkor folytatódik a játék. Igaz, hogy Vitálist még egy kicsit ott az oldalvonal mellett ápolják. Most jöhet vissza. És ez a labda pedig így Ruizé. És cseréhez készülődik az Eto, hogyha jól láttam, akkor Karvaj Máté fog majd beállni. És egy újabb életerős lövés, ezúttal Farkas Balástól. No hát most itt néhány percen belül mindjárt felírhattunk két Eto lehetőséget is. És akkor most jöhet a csere. Említettem, Karvaj Máté fog majd bejönni, méghozzá Szabados Attillát váltja, nem játszott rosszul egyébként Szabados Attila. Érkezett tehát Karvaj a mérkőzés 63. percében. Közeledünk tehát a második félidő feléhez. Eto jöhet a bedobással. Most pedig majd a szabadrúgással. Az elmúlt néhány percben egyébként itt a pályán kimondottan kellemetlen erős szél támadt. Ez még esetleg lehetőséget adhat néhány távolabbi lövésre, hát ha egy picit megfújja a labdát a szél, és ezzel esetleg meg lehetne próbálni zavart okozni a kapusoknál.
vitális. Karvaj nem ért el, úgyhogy Pereirához jutott a labda. Szalka. Azt a paszt pedig lefülelik a vendégek. Mi az, hogy lefülelik, még indulhatnak is belőle. Vitális rendkívül harcos egyébként. Bár most a labdaszerzés az nem sikerült. Ruiz megint azt mutatja a társaknak, hogy tessék följebb lépni. Nem tervez rövid kirúgást. Életerős löket volt. És megint nem sikerül megtartani a labdát. Hát ezek nagyon kellenének ahhoz, hogy újabb helyzeteket tudjunk kialakítani. A helyzet pedig ahhoz kellene, hogy egyenlítsen csapatunk. Szalka. Már a 16-oson belül. Kérik többen is középen. A lövés azonban nem az igazi. Viszont szöglet, mert hogy beleért valaki. Nem csak egy lecsúszó lövésről volt szó. A 68. perc, vitális a szögletnél. Kifejelik a védők, viszont sikerül visszaszerezni. Forró volt, aki megijesztette az ellenfelet. És végül összeszedte a labdát, aztán végül is egészen Ruizhoz hátra került. Na, ebből lehet megint indulni. Nagyon figyelt rá Erdei, hogy ne fusson lesre. Meg is kapja a labdát Erdei. Gyönyörű Erdei, sokkal gyorsabb, mint a védők. Nem sikerült azonban középre tenni. Viszont a bedobás az így is jár majd. Közben pedig egy ápolás a félpályánál. Nyilván egy sérülés az soha nem jó, de egy barátságos mérkőzésen meg aztán főleg kár lenne. Szalkát támogatják, hogyha jól látom, így van. Reméljük, hogy nem komoly a sérülés, és Orosz Adrián érkezett közben a pályára. Szalka úgy tűnik tehát, hogy nem fogja folytatni. Ki is megy a kerítésen kívül. Reméljük, hogy azért olyan
nagy bajról nincsen szó. No, de foglalkozunk a mérkőzéssel, mert hogy egészen pontosan 70 perc telt el, 20 perc van hátra. Továbbra is 1-0-ra vezet a harmadik kerület egy 5. percben szerzett góllal. Vitális, meg tudja tartani a labdát. Farkas. Vitálisnak vissza. Farkas Balázs esett egy nagyot. Két ember között. Ez így szabad rúgás lesz. Egy picit még vitális és forró előre csalták egy 4-5 centit még azt a labdát, és akkor most lehet majd elvégezni olyan jó 18 méterről. 72. perc tehát, vitális a labda mögött, nem is volt az egy rossz lövés, fölé szállt azonban. Sikerül megszerezni a labdát, és ebből akár lehet kontrázni. Ez a bedobás pedig így az Eto'é lesz majd. Vitkovics. Tóth. Cifrik kérné. Nem kapja, mert hogy megszerzi a labdát az Eto'. Szépen lassan belépünk az utolsó negyed órába. A mai meccsen az első fél idő azért lényegesen eseménydúsabb volt, mint a második, most jóval kevesebb helyzetet láthatunk. Na de lehet, hogy itt a következő. Egyelőre most létszámfölényben az Eto'o, ebből még akár egy veszélyes helyzet is lehet. Hát lövés ki eljutott, ez az akció, viszont jól zárta a szöget a vendég kapus, úgyhogy jöhet a szöglet a túloldalról. Vitális Milán ezúttal is, bár szépen lassan azt gondolom, hogy a pontrugásoknál el se kell mondani, hogy ő rúgja, mert hogy eddig az összeset ő végezte el.
76. perc kirúgással folytatódik a mérkőzés. Aztán még össze tudja szedni a vonal előtt Gazdik. Rédei. Rédei egyedül a védővel. Aztán mégiscsak az Eto'é lesz. Sikerül megszerezni, úgy tűnik, hogy igen. Forró. Jól csavarodik középre a labda, a védők azonban tisztázni tudnak, de még így sem szabadul fel a kapu teljes egészében. Farkas. Farkas, el tudja lőni Farkas. És ellőtte, nem volt különösebben erős. Bár azt mutatja a játékvezető, hogy ebbe is beleért valaki. Megint szöglet lesz. Eto lehetőségek azért akadnak most. És belépünk a 78. percbe. Vitális Milán érkezik a következő szöglethez. Azonban most a védőkön megakadt. És ez pedig megint egy szabadrúgás, méghozzá egy veszélyes helyről. És azt mutatják az Eto játékosok, hogy hát szerintük ez még az is lehet, hogy benn volt a 16-oson belül, a játékvezető viszont nem így látta. Újabb sere közben, méghozzá az Eto oldalán. Farkas Balázs hagyta el a pályát, és Batrin Viktor folytatja helyette, és akkor jöhet a szabadrúgás, nem is tévedett sokat. Forró Gyula, de nincs meg az egyenlítés a 79. percben. Az jó labda. Hát a túloldalra. Még ebből így lehet akár veszély is Márton. És megint ott volt a lehetőség. Hát most futószalagon jönnek a helyzetek az Eto oldalán. Hátra van még 10 perc. Hát ha meg lesz az egyenlítés.
Beléptünk tehát az utolsó 10 percbe. Ruiz rúgta ki a labdát. Erdei megindul a jobb oldalon, egyedül egyelőre. Aztán el is veszíti a labdát, mert hogy két védő is visszaért vele. Forró. Márton Adrián nem tudott beleérni a labdába, és a védők pedig haza tudták tenni tulajdonképpen, de teljesen szabályos körülmények között, de egy újabb lehetőség az Eto oldalán. Sikerül megtartani a labdát. Aztán közben megérkeznek a társak is. Forró kapta, és teszi vissza középre. Ebből most nem alakult ki veszély. Összességében én azt gondolom egyébként, hogyha ez a mérkőzés még így is marad, és hát azt nem mondom, hogy elviszi a három pontot a harmadik kerület, hiszen egy barátságos mérkőzésről lévén szó, de megnyerik ezt a mai találkozót. Az Etonok akkor sem lesz semmiféle szégyenkezni valója ezután a meccs után, hiszen a lehetőségek megvoltak. És a harmadosztály lista vezetőjét igencsak sikerült megszorongatni ezzel a rendkívül fiatal csapattal is. Hozzátéve persze, hogy azért még mindig van hátra nagyjából 7 perc, és 7 perc alatt rengeteg minden történhet. De összességében azt gondolom, hogy a mérkőzés nagy részében jobban játszott ma az Eto. Az más kérdés, hogy az eredményjelzőn ez egyelőre nem látszik. Ez most egy eladott labda, ezért kár. Cvitkovics. Sikerül visszaszerezni, úgy tűnik, hogy igen. Forró. Egészen hátra. Pereira. Forró töklelte fel Rédei. A szabadrúgás pedig egészen hátul Ruiz Barnabásnál landol. Vitális. Az jó indítás. A beadás viszont nem tökéletes, de még mindig lehet ebből valami. Vitális. Megint egy szabad rúgás. Itt a 16-os sarkáról. Ezúttal úgy tűnik, hogy Forró fogja majd elvégezni.
86. perc legvége, Forró Gyula. Ezt most fölé csavarta Forró. Még egy bedobás a vendégeknél, aztán nem sikerült gyorsan elvégezni, mert hogy a társak nem érkeztek meg. Cvitkovics. Cvitkovics a 16-oson belül. Na, ne kapjunk még egy gólt a végére, nem is kapunk. Ruiz Barnabás védése. Nyolcvannyolcadik perc. Újabb szöglet. Jól csavarodik be a labda, sikerül azonban kifejelni, és jöhet a következő szöglet, ezúttal a másik oldalról. Most három szögletet rúghat egymás után a harmadik kerület. Beléptünk a 89. percbe, Cvitkovics szöglete. Sikerül ráfejelni. Különösebb veszélyt azonban nem hordozott magában ez a próbálkozás. Cvitkovics szerez labdát. Rédei tette volna középre. Egy bedobást még kiharcolt. Cvitkovics a 16-oson belül két emberrel. És ott volt még egy óriási lehetőség a vendég oldalon. Hát majdnem 2-0 lett, és a kapufa mentette meg az Etót. Pál Zsombor a látványos mozdulattal tette a kapura az utolsó másodpercekben. A keresztléc azonban most velünk volt. És itt a vége a mérkőzésnek, 1-0-ra nyeri a harmadik kerület az Eto elleni, az Eto Akadémia elleni felkészülési mérkőzés. Tisztelt szurkolók, kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is, mára pedig jó pihenést. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A viszontlátásra, viszonthallásra. Köszi, hello, hello! Fut még? Hát
csak a logót tettem, így legyen meg szépen a vége. 1100-al elkattintottak, majdnem 1200-an. Mennyi van a stream között? Fél, 20, 30 másodperc?